új gépjármű beszerzése, tehetséges diákok a Győrfiben, négyes siker kecskék Karcagon, óriási siker a Kunfoci kiadvány. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 23-án 18 óra 5 perckor. €170 millió pályázati forrásból újult meg a karcagi idősek otthona konyhája. A fejlesztés részeként egy új autót is tudott venni az otthont működtető kistérségi társulás. Ez az autó hordja az időseknek és az óvodáknak az ebédet. Utolsó munkanapjára készül ez a karcagi autó. Másfél évtizeden át hordta az idős otthonokba a szociális ellátásban részesülőköz az ebédet. A karcagi többcélú kistérségi társulás konyhája két ütemben több mint €170 millió újult meg. E pályázati fejlesztés részeként sikerült lecserélni az ételszállító autót is. Az az autó, ami eddig rendelkezésére állt a szociális otthonnak, az több mint 15 éves, rengeteg kilométert futott, kiszolgálta gyakorlatilag az intézményt és az időseket. Mindenképpen szükséges volt egy új autóra cserélni, amely a beszerelt gépekhez hasonlóan megfelel a mai kor követelményeinek, teljesíti azokat az elvárásokat, amelyek egy ételszállítással kapcsolatban jogszabályként fölmerülnek. Ideje volt egy új korszerű autót szerezni ide a kistérségre, a szociális ellátásba, hiszen nem csak személyeket, nem csak időseket szállít ez az autó, hanem az ebédet is. És én azt gondolom, hogy egy korszerű, modern, kisfogyasztású autó mindenképpen jól fogja szolgálni a szociális ágazatban lévő ellátottak és a dolgozók érdekeit is. Be lehet pakolni. Az idősek otthonában működő konyha nem csak az itt lakókra fűz, hanem azokra az idősekre is, akik otthonukban rendelik az ebédet, valamint a helyi óvodásokra is. 500 fő felett főzünk, 550-ig főzhetünk, és 3 telephelyre szállítunk. A szociális étkeztetést is tőlünk szállítják. Az új autó az ebédszállítás mellett orvoshoz, kórházba viszi az idős otthon lakóit. Ha pedig a járványügyi korlátozások megszűnnek, akkor kirándulni is. Folytatjuk tehetséges karcagi diákok bemutatását. Mai adásunkban a Györfi István Katolikus Iskolába látogattunk el. Madarász Emesét ismerhetik meg. Az online versenyek nem lettek a kedvencei Madarász Emesének, a Györfi István Katolikus Általános Iskola diákjának. Szereti, ha mese vagy versmondás közben látja a zsűri tekintetét is. Így élőben sokkal jobb lett volna szerintem, hogy úgy látják, hogy milyen. De jobban izgultál? Igen. Tehát te szereted a visszajelzést a közönségtől? Igen. És suliban mi a kedvenced? Hát magyar, rajz és még a biológia. Nagyon hangulatfüggő emesénél, hogy milyen könyvet olvas. Ha jó kedve van, akkor valami fantazi könyvet vesz kezébe. A kötelező olvastmányt a kőszívű ember fiait még nem olvasta végig, itt még van feladata. A napokban volt egy olvasóversenyen, amit online tartottak. Most voltam egy olvasóversenyen, felvettük, beküldtük, és ez is tetszett, mint a prózamondó, mesemondó versenyek. A magyar, rajz és a biológia kedvence. Itt is hangulatfüggő, mit rajzol. A magyar versenyekre Posztosné Gyarmati Éva tanárnővel gyakorolja a hangsúlyozást, olvasást. Az, hogy pontosan mondjam, mert néha át szoktam követeni az egészet. Hát annak nem örül a zsűri. Igen. De igazából, ha át is költem, akkor ugyanúgy jön ki. Hát akkor arra vigyázzon, hogy ez ne derüljön ki. De mondjuk a hangsúlyokat, azt hányszor kell elolvasni, vagy meg kell magyarázni, vagy az értő olvasást azért megtanultad, és rögtön mennek ezek a dolgok? Hát át szoktuk általában gyakorolni, mert nem minden megy elsőre. Mi volt most a legnehezebb a mostani versenyben? Mely feladat, vagy milyen szöveg? Hát az idei, az olvastad már online volt, került részre, és amikor próbáltuk felvenni, nem minden sikerült valami fényesen, ezért nem indultam rajta.
Tehát téged most akkor zavart az online verseny? Igen. Versmondásnál pedig arra is figyelnie kell, hogy ne költse át a szöveget, mert erre is hajlamos. Négyes iker kiskecskék születtek Karcagon. Az állattenyésztéssel foglalkozó karcagi család nagyon meglepődött, mert 20 éve nem történt ilyen a gazdaságukban. A négyes iker kiskecskéket mutatja stábunknak ez a karcagi nő. Ezek a kiskecskék február 10-én születtek, négyesiknek, ahogy jól látható, egy gyerke van köztük és három bak. Mint mondja, nagyon meglepődtek, nem is sejtették, hogy négy kiskecske fog születni. Nagyon meglepődtünk, mert igazából hát már napokkal az elés előtt több nappal az anyakecske csak feküdt egész nap, alig evett, minden nagyon vártuk, hogy megeljen. És reggel, amikor kijöttünk, hatalmasat néztünk, mert elsőnek a birkaollnál meglátunk két kiskecskét. Ó, nem ilyen jó, kettőt megellett, nagy volt az öröm. Utána megláttunk hátrább a kis fekete-fehér tarkát, a gyerkét, aztán van egy kis fekete kosbárányunk, és amögött volt a negyedik kiskecske, a kis fekete. Hát igazából ez óriási csoda, mert itt nálunk a tanyán 20 éve nem volt ilyen, hogy egy kecske négyet ellett volna. A kiskecskék édesanyja egy burkecske, az apa egy núbiai kecske, ő igen szaporának bizonyult. Az édesanyjuk egy burkecske, az apjuk meg egy núbiai kecske. A núbiai az egy hús kecske végül is, húshasznú, a búr pedig teljes húshasznú. Látszórik rajta a kis jellemvonások, mondjuk a búrnak is, meg a núbiainak is, hogy szépen lóg a kis füle, az, ami leginkább látszórik a jellemvonások közül. Ezt a kecsketípust a húsáért tartják. Korlátozott példányban még elérhető Gál András Kunfoci című könyve. A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, a kiadványra szánt összeggel a karcagi gólyafészek otthont segíthetik. Mai vendégünk Varga Nándor, a Magyar Kazak Baráti Társaság elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én örülök, hogy itt lehetek, én is köszöntöm a tévénézőket. 2020. december 1-én, elején mondhatnánk inkább így, jelent meg Gál András sportújságíró Kunfociról szóló könyve, amelyben ön is hadható segítséget, szerepet, részt vállalt. Beszéljünk a kötet megjelenésének hátteréről. Hát a könyvben sok minden le van írva. Többek között a szerző hivatkozik arra, hogyha megkeressük a Wikipédián, akkor 1945-ről van csak feljegyzés a karcagi fociról, holott a könyv címlapján is fel van írva, hogy 1909-ben alakult az első labdarúgó egyesület, és azóta emberek százait, ezreit mozgatja meg, és hogyha az eredményeket most félretesszük, csak a mozgás, a rendszeres testedzés és a közösséggel való együttlét jelentősen meghatározó. Kik vettek ennek a könyvnek a szerkesztésében részt, kicsit bővebben, hogy miről szól ez a könyv? Ugye itt már említettük, hogy 1909-től kezdve napjainkig szól a Kunfoci történetéről, de mégis részletesebben beszéljünk erről. Tulajdonképpen a résztvevők saját maguk írták ezt a könyvet. Kik ezek, akik benne szerepelnek a könyvben? Kezdjük azzal, hogy a könyvszerzője Gál András 19-ben a 21. birkafőző fesztiválra eljött. Leküldték, hogy a birkafőzőről készítsen riportot, és akkor akadt össze olyan emberekkel, mint például a Szendrei Pepe, aki világhírű válogatott kapusunk, hogy itt vannak ilyen emberek. És ahogy beszélgettek Varga miniszter úrral, akkor miniszter úr mondta, hogy ő már régóta dédelgeti ezt az ötletet, hogy a karcagi fociról írni kellene valamit, és mivel elhangzott többször is, és ki is volt plakátolva, hogy a nagykunság fővárosa Karcag, rögtön a szójátékban el is hangzott, hogy a Kunfociról kellene írni. Tehát Varga Mihály miniszter úr volt a felkérő és ötletgazda, és ez alapján írta meg a könyvet Gál András.
Említette, hogy egy bizonyos birkafőző fesztiválon jött először Karcagra maga a szerző, és akkor itt kutatta föl azokat az embereket, akik ebben a könyvben szerepelnek. Hogyan történik? Nyilván ön is, ön számára is ismert, hogy mi ennek a menete ilyenkor, amikor egy ilyen könyv készül, főleg, hogyha egy felkérésre történik mindez. Hát legelőször információt kell szerezni. Nagyon sok információt, de ez Magyarországon, sőt, szinte az egész világon könnyű, hisz a focihoz mindenki ért. Azon kívül, hogy mindenki ért a focihoz, a karcagiak önmaguk megélték, megélik ezeket az eseményeket már több mint 110 éve, és ez azt jelenti, hogy a személyes és családi emlékeket kellett elővenni ehhez. Tulajdonképpen a szerzőnek egyszerű dolga volt, mert rögtön olyan emberekbe botlott bele itt a Birkafőző Fesztiválon, akik továbbadták őt kézről kézre, és így a valamikori játékosok és edzők, akiket megszólaltatott, egészen a mai résztvevőkig meg tudta keresni. Említett régi nagyokat, akik a könyvben szerepelnek, de vannak fiatal tehetségek is. Közülük is említsünk párat, akik mind a mai napig nemhogy Magyarország, hanem a világ élvonalában szerepelnek. Én nem vagyok futballszakértő, a könyvkiadás sem ezért jött össze, hanem a lényege az, hogy a mai fiatalok, Varga Kevin, a legfiatalabb sztárunk is szerepel ebben a könyvben, és ez példát mutat a mai fiataloknak, hogyha valamit becsülettel, szorgalmasan végeznek, és úgy próbálják ezt csinálni, hogy abban ők legyenek a legjobbak, akkor bárki eljuthat arra a szintre. Említette, hogy a könyv kapcsán ön nem a szerkesztést és magát az írást csinálta, hanem másféle területen, a kiadásban jeleskedett. Hogyan jött ennek a felkérése, hogyan jött ennek az ötlete, és beszéljünk ennek a hátteréről, mit lehet erről tudni. Illetőleg ugye nagyon fontos információ, hogy ezt a könyvet nem lehet megvásárolni kereskedelmi forgalomban, hanem ennek is van egy miértje, egy részt, másrészt meg az a pénzösszeg, amit hogy ugye mégis valaki megvásárolja ezt a könyvet, nyilván ezt majd elmondja, hogy hogyan és milyen módon lehet hozzá jutni. Felajánlást tettek, és arról is beszélünk, hogy kiknek jut ez majd el. A könyvkiadás nem egyszerű dolog. Ha üzleti céllal csinálja valaki, nagyon sok elvárásnak, feltételnek kell eleget tenni. Ha ez a könyv magánkiadásba jelenik meg, és közforgalomba nem kerül, az elvárások a színvonal tekintetében ugyanolyan, de annyiból egyszerűbb, hogy a Magyar Kazak Baráti Társaságnak a tevékenységi körében benne van, hogy ismeretterjesztő kiadványok készítése és kiadása. A Magyar Kazak Baráti Társaság alelnöke Varga Mihály miniszter úr, ezáltal könnyű volt a kapcsolat, hogy felkér engem itt az Egyesület elnökét, hogy bábáskodjunk már ennek a könyvnek a megjelenésében. Így alakult ki, és került bele a könyvbe is, hogy a felelős szerkesztő én vagyok, a könyv kiadója pedig a Magyar Kazak Baráti Társaság, amelyet örömmel veszünk, és ugyanígy szeretnénk, hogyha más jellegű kiadványok is hasonlóképpen a civil szervezetek segítségével jelennének meg. Melyik ez a szervezet? Mit lehet róla tudni? Kiknek folyik be az összeg? Ezt válaszok külön. A könyv megjelenésével kapcsolatosan olyan kérdés is merült fel, amin túl sokat gondolkodni nem kellett, hogy ha kereskedelmi forgalomba nem kerül, akkor ezt forgalmazzuk-e, ha igen, hogyan, mert az előállítása, elkészítése nem kis összeget vett igénybe, hogy a befolyó összegekkel mit kezdjünk. És Varga miniszter úrnak volt az ötlete, hogy a kórház területén működő
Gólyafészek Alapítvány részére adjuk azt a támogatást, amit a könyv ellenértékeként kapunk. Magyarán ára nincs a könyvnek, de értéke van. És ami ellenértéket felajánlanak a könyvre áhítozók, azt teljes egészében a Gólyafészek Alapítvány számlájára átutaljuk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra! Viszontlátásra!